Üdvözlöm, üdvözlöm. Milyen panasszal érkezett, miben segíthetek? Nézze, doktor úr, az alsó leveleimen ilyen apró vörösbarna foltok jelentek meg, és egyre csak kúsznak felfelé. Nem sokára kalászolok, és beteg zászlós levéllel oda a termés. Segítsen, kérem, doktor úr. Hát, a tünetek alapján úgy látom, hogy önt megtámadta a vörös rozsda. Jaj. De ne aggódjon. Egy héttel ezelőtt az őszi árpa járt nálam, egyéb levéltünetekkel, de őt is sikerült meggyógyítanom. Felírom önnek az innovatív, két felszívódó hatóanyagot tartalmazó Imperis Vitált, ami prémium védelmet biztosít a zászlós levélnek, kiemelt rozsda elleni hatással. Köszönöm, doktor úr. És mikor? Hogyan kell alkalmaznom ezt a szert, hogy hasson? Általában elég 1 literes dózisban alkalmazni, 2-300 literes permetlé mennyiséggel hektáronként. Értem, értem. Viszont ehhez hasonló párás csapadékos időjárás esetén én a maximális 1,5 literes dózist ajánlom. Nagyon jól hangzik. Végre akkor újra a régi lehetek. Ebben a fenológiában a készítmény hatékonyságát nagy mértékben támogatja a buxálgránó speciális szuszpenziós lomtrány. És mit fogok tapasztalni? Mi lesz a gyógykezelés hatása? Nem csak meggyógyul a rozsda betegségből, de elősegítjük a szemtelépülést is. Viszont legközelebb ne várjon sokáig. Jöjjön hamarabb!